A Mi Hazánk képviselő csoportjának vezérszónoka Novák Előtt képviselő úr, parancsoljon, öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, alapesetben ne legyen büntethető a rágalmazás és a becsületsértés, a pontosabban nem definiált közügyek szabad megvitatása körében sajtótermék vagy médiaszolgáltatás útján. Ez most a kérdés. Ez a törvényjavaslat ekként javasolja a BTK módosítását, de azt gondolom, hogy ez egy túlkapás volna, hiszen nem csak, hogy politikusnak nem szabad hazudnia, de politikusról sem szabad hazudni. Ezt is tegyük azért hozzá. A Mi Hazánk mozgalom szeretné támogatni az újságírók munkáját, különösen a tényfeltáró újságírók munkáját. Talán egyébként azzal kellene kezdjük, hogy innen a parlament folyosójáról például nem kellene kitiltani az újságírókat, bátran megkérdezhessék a politikusokat, már csak a félreértések elkerülése véget, véletlenül se legyen mondjuk egy rágalmazás, rákérdezhessen valamilyen mutyira, tisztázhassa magát a képviselő, de nem ez van az országgyűlésben, hanem itt kezdik az újságírók elhallgattatását, ellehetetlenítését, hogy még egy képviselőt sem kérdezhet meg munkahelyén, a parlament folyosóján sem az újságíró. És hát bizony, ami a tényfeltárást illeti, például ügynök ügyeket nem lehet ma feltárni, nem csak azért, mert titkosítva van, de ha még egy közismerten 3/2-es ügynökről, mondjuk Martonyi Jánosról merjük ezt kimondani, én mondjuk merem, akkor beperelhető vagyok és elmarasztalható vagyok, mert a túlzottan szigorú ügynöktörvény, mondhatnánk ügynökvédelmi törvény miatt nem tudunk ma annyi bizonyítékot felsorolni, hiába tudjuk a Marosvásárhelyi és Magasdi fedőnevét, hiába jelent meg egy-két mondjuk hatos kartonja. Ez nem elegendő ahhoz, hogy ma valakit például ügynöknek nevezzünk, tehát valóban nagyon sokszor látjuk, hogy az újságíró keze is meg van kötve. Meg van kötve akkor is, amikor a közérdekű adatigényléseket folyamatosan korlátozzák. Nem szégyelték még az Apa férfi az agya nő című törvénymódosítást, sőt alaptörvénymódosítást is salátatörvényben úgy beterjeszteni, hogy a közpénz fogalmának szűkítésével megpróbálták a közérdekű adatigénylések körét tovább korlátozni. És hosszasan sorolhatnánk azt, hogy hogyan lehetetlenítik el az újságírók munkáját, éppen ezért azokkal kellene inkább foglalkozni, és nem pedig azzal, hogy hogyan mentesítik a rágalmazás és becsületsértés büntetőjogi következményei alól azokat, akikre ugyanúgy kellene, hogy vonatkozzon a törvény. Nagyon fájó, hogy eközben a mentelmi jogról ugye nem beszélnek, pedig ha valamit korlátozni kellene, és a politikusoknak, hát nem hogy a kárára, hanem a törvény előtti egyenlőség jegyében valóban biztosítani kellene, az, hogy a mentelmi jogot eltöröljük a politikusok esetében. Már csak azért is, mert feltárni, nyomozni sem lehet mentelmi joggal rendelkező politikusok ügyében, ezért a politikus bűnözés feltárását is akadályozza az idejét múlt privilégium, melyet sajnos immár egyedüli pártként szorgalmaz a Mi Hazánk mozgalom. Ma is láthattunk egy fideszes képviselő mentelmi ügyének fel nem függesztését, ugye rágalmazás becsületsértés volt megint napirenden. Egy kicsit úgy tűnik, hogy a saját kényük, kedvük, leginkább kényelmük szerint szabják a törvényeket. A hazugság, a hazudozás az nem csak Gyurcsány Ferencék védjegye, hanem sajnos azt látjuk, hogy ezt a piszkos munkát, bár nagyon elegánsan, talán ez a választási sikerük egyik titka is, a kormánypártok szépen a baráti kormánypárti médiára tolja. Vannak ennek ugye okirati bizonyítékai is, ugye, az elbukott perek száma az elmúlt években több százas nagyságrendben. És ugye azt mondják, azzal védekeznek most, hogy a törvény módosítása elfogadása esetén is a sértetnek még maradna a sajtóhelyreigazítási eljárása, illetve személyiségi jogi perre is lehetősége. De a realitásban ez a két eszköz nem rettenti el a média munkásokat a hamis állítások leírásától, ha ez a megbízó elvárása, és ezt kompenzálják akár mondjuk fizetésben. Tavaly például csak az Origó 13 ilyen pert vesztett. Mondom ezt nem is annyira érintettként, elfogulatlanként, mert a Mi Hazánk mozgalom ellen inkább az elhallgatás taktikáját alkalmazzák szökő évente, ha egyszer meg tudunk jelenni az Origó hírportálon. Egy általuk lejáratónak vélt cikkkel. Minden esetre a hazugság az sajnos jellemző, nem csak az Origóra, hiszen összesen 29 helyreigazítási pert veszített a teljes kormánymédia, csak az elmúlt egy évben. Na és, mondaná erre Horn Gyula, vagy hát ennél súlyosabb dolgokra is, pufajkás múltjára is mondta Horn Gyula, tehát hogy következmények nélküli ország vagyunk, azt eddig is láttuk, na de hát minek ezt fokozni?
minek ezt fokozni? Épp, hogy azon kellene változtatni, hogy bármit megtehessen a politika, értve ez alatt nem csak szigorúan a politikusokat, hanem az azt kiszolgáló lakálymédiát is természetesen. Miért nem azzal foglalkoznak, hogy a nagyon súlyos 10 és most már 100 milliárdos nagyságrenddel kitömött közpénzekkel kitömött közmédia, az tulajdonképpen párthíradó szintjére süllyesztette a tudósításokat, híradásokat. Miért nem azzal foglalkoznak, hogy az NMHH hivatalos kimutatásai szerint a politikusok beszédidejét, hogyha megnézzük, akkor kit sújt itt igazándiból az elhallgattatás? És ezt nem én mondom, hanem az NMHH statisztikáiból olvashatjuk ki legalábbis a sorok között, hogy a Mi Hazánk mozgalmat. Mert bár a választások óta, amióta parlamentbe jutottunk, nagyságrendileg megnőtt, 10-szeresére nőtt a beszédidőnk, 2%-ra. Nem 2%-ról, 2%-ra. Tehát azt jelenti, hogy a korábbi 0,2% az most 2%, miközben a választási eredményünk is 6% volt, azóta már, amiket mindig alulmérő közvéleménykutatások is kétszer annyira tesznek, és azt mondják, hogy megdupláztuk a társadalmi támogatottságunkat. Ennek ellenére még a választási eredményünket sem éri el egyetlen egy médiumban sem, pedig a kiegyensúlyozott tájékoztatás törvényi előírása nem csak a közmédiára, hanem minden televízióra, rádióra is vonatkozna. És mit látunk? Például a legutóbbi NMHH kimutatás havi összesítése szerint 2,3% jut beszédidőben a Mi Hazánk mozgalomnak, hogyha 100%-nak az összes politikusi szereplést veszünk, tehát nem az időjárás jelentés meg a sportíreket is sorolhatnánk, bármilyen más bulvár híradást, hanem csak a politikusi híradásokat veszünk 100%-nak, abból jut 2,3%. A Hír TV-ben persze ennyi sem, az ATV-ben viszont átlag felett, köszönjük szépen, bár ott sem érjük el még a választási eredményünket jelentő 6%-ot sem. A TV2-ben, a szintén fideszes TV2-ben kereken 0% a megjelenésünk, tehát így működik, nem működik a demokráciának egyik pilléreként a média, a közmédia sem, pedig a többire is vonatkozna elvileg törvény szerint a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye. És a mi 2,3%-unkkal szemben, és nem azért beszélek a Mi Hazánk mozgalomról, mert nekem ez fáj a legjobban, persze ez fáj a legjobban, meg hogy sok minden más tabu témát elhallgatnak a hírekben, de azért, mert a legsúlyosabb jogsértés itt mutatkozik, mert a KDNP-t nem kell sajnálni, hiszen háromszor annyi megjelenést kap, mint az önálló listán parlamentbe jutó Mi Hazánk mozgalom. De a Mi Hazánk mozgalom 2,3%-ánál jelentősen többet kap a DK, de többet kap az LMP, a Momentum, az MSZP, a Párbeszéd, hát gyakorlatilag mindenki, ez egészen elképesztő. Hát nézzék csak meg mondjuk a tegnapi majálist, szokásos módon a Mi Hazánk mozgalom tartotta az ország legtöbb emberét vonzó legnagyobb majálisát, de hát az MSZP-n, az MSZP elnökét, nézzék meg a fényképeket ugye, az MSZP elnökét néhány tucatnyian hallgatták Jánbor Andrással együtt, a Párbeszéd képviselőjével együtt. A Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat 150 éves Budapest jubileumi majálisán voltak mondjuk jó indulattal néhány százan, a Mi Hazánk mozgalom rendezvényén néhány ezren. Tehát azt látjuk, hogy a média az önök által szabott törvényi keretek között elképesztő torzítást végez. Ilyen értelemben az egész választási rendszer is azt gondolom megkérdőjelezhető. És a kormány ilyenkor széttárja a kezeit, hogy a média az független, ugye nincs hatásuk, forduljunk a média tanácshoz, a csak fideszes tagokból álló média tanácshoz, amelyben ugye korábban az összes parlamenti pártnak, jogelődjében, az ORTT-ben lényegében, minden parlamenti frakciónak volt delegáltja, most már csak a Fidesz. Még itt még a KDNP-nek se adtak, ugye ez annyira fontos, hogy ide tényleg csak a legmegbízhatóbb párt emberek, mamelukok ültethetők. Tehát a médiát ellenőrző legfontosabb testületben, a média tanácsban csak a Fidesz delegáltjai kaptak helyet. Ez körülbelül egyébként olyan durva, mintha mondjuk azt mondanánk, hogy a választások tisztaságát ellenőrző legfontosabb testületekben, a szavazatszámláló bizottságokban és a választási bizottságokban is csak a Fidesz delegáltjai kapnának helyet. Mert a média függetlenségét, kiegyensúlyozottságát ellenőrző testületben, amely szankciókkal is élhetne, csak a fideszes tagok kapnak helyet, akkor ne csodálkozzunk, hogy így működik, vagy leginkább nem működik a média. És ami a konkrét törvényjavaslatot illeti, több ponton is az Alkotmánybíróság és az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatára
hivatkoznak. Valójában azonban nem találtam olyan döntést, és nem is hivatkoznak rá a törvényjavaslat indokolásában, amely közvetlen előzménye lenne ennek a törvényjavaslatnak. Tehát nincs olyan AB határozat, amely kifejezetten kötelezte volna az országgyűlést ilyen tárgyú törvény elfogadására. Tehát ne mutogassanak másra, vállalják ezért a politikai és erkölcsi felelősséget, amivel kimondják, hogy hazudni ezután szabad, nincs büntető jogi következménye a médiában. Eleve, hogy az EJEB-re, a Strasbourg-i székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróságára hivatkoznak, az már önmagában gyalázatos. Hát ennyi erővel akkor a különböző börtönbiznisz és LMBTQP propagandával és egyebekkel kapcsolatos szélső liberális álláspontjukat mind el kellene sajátítani. Hát szó sem lehet erről természetesen, tehát azt gondolom, hogy ezeket hagyjuk. Ami a nemzetközi trendeket illeti, hát a törvényjavaslat indokolása szerint egyes országokban nem bűncselekmény a rágalmazás, becsületsértés, ezt állapítja meg. Hát ez az indokolás egyébként eléggé színvonaltalan, közhelyes konkrétumok nélkül hivatkozik külföldi példákra, ezért az országgyűlés hivatalának képviselő információs szolgálatától kértem egy kis kutatást, amelyik a tőlük megszokott alapossággal ezt el is végezte. Több tíz oldalas összesítést kaphattam tőlük, amit ezúton is köszönök, és hát kaphatnának önök is, hogyha vennék a fáradtságot, és nem csak ezt mondanák, mert könnyű azt mondani, az Európai Unióban van példa rá, több példa is van rá, hát mindenre és az ellenkezőjére is van példa, és nem csak brit tudósokat lehet idézni. Természetesen lehet olyat találni, és elismerem, hogy részben alátámasztja ezek a nemzetközi példák, de hát mindenre lehet példát és ellenpéldát hozni. Összességében viszont az Európai Unió tagországainak túlnyomó része továbbra is alkalmaz büntetőjogi szankciókat a rágalmazásra és a becsületsértésre. Tehát ezzel szembe mennének önök, ami a nemzetközi trendeket illeti. Hozzáteszem, abban mondjuk igazuk van, ha mondták talán, ha nem, akkor most én mondom, hogy egyébként a folyamat az a dekriminalizáció felé hajlódik, Meggyesi Péter szelleme kísért elnézést. Szóval nehéz szó. Mindenesetre ebbe az irányba halad kétségkívül az európai politika, de összességében még jelenleg is sokkal inkább az EU országainak túlnyomó többsége tartalmaz büntetőjogi szankciót, amit önök eltörölnének. Sőt, Németország büntetőjoga jobban védi a közszereplőket, mint az átlag embereket. Ezt nem mondom, hogy ez egy követendő példa, de azért van ilyen is. Ami viszont elgondolkoztató, mondjuk Németországban és Olaszországban is igaz, hogy minősített esetnek minősül, ha rágalmazás becsületsértést a sajtóban követnek el. Önök meg azt mondanák, hogy nem minősített eset, hanem hogy a széles nyilvánosság ezáltal, hanem épp hogy mentesítő körülmény. A sajtójuknak bármit szabad. A többinek meg amúgy is minden tilos létezni is. Hát gondoljunk arra, hogy a kuruc.info hírportált itt a parlamentben Kövér László állam az államban betiltotta évek óta egyetlen hírportálként. Bármilyen más balliberális, Sorosék által finanszírozott, guruló dollárokból finanszírozott, az mind elérhető, minden mehet. A legolvasottabb jobboldali hírportált az Kövér László egy személyben letiltja, mert ő úgy gondolta. NMHH határozat, hogy bármi, semmi nincs mögötte, de ő ezt megteheti, mint állam az államban. No, hát a sajtószabadságért tehát lehetne szót emelni, minden esetre a nemzetközi példákat is, hogyha vizsgálják, akkor azt láthatják, hogy inkább más irányba mozdult el a nemzetközi politika. Szakmai kritikaként hadd fogalmazzam meg végül a törvényjavaslattal szemben, hogy a közügyek fogalmát a BTK nem definiálja, és végső soron ezáltal a közügyeket akár nagyon tágan is értelmezhetjük, ami teljesen kiüresedheti a rágalmazás és a becsületsértés büntetőjogi szabályozását. És zárásként a mentelmi jog kérdését még egyszer, mert ha valamit korlátozni kellene, az, hogy a mentelmi joguk mögé bújnak a farizeus politikusok. Míg a többi párt az országgyűlés alakulása körül a pozíciók elosztásában volt elfoglalva, mi elsőként nyújtottuk be a országgyűlés alakuló ülésének napján már első indítványok közepette rögtön, hogy töröljék el a politikusok mentelmi jogát. Sajnos viszont az összes többi párt leszavazta a Mi Hazánknak ezt a mentelmi jog eltörlése érdekében benyújtott alaptörvény módosító javaslatát, de igyekszünk társadalmi nyomással ezúton is a többi párt álláspontján változtatni, a politikus bűnözés formájának véget vetni, vagy védelmének véget vetni. Előbb-utóbb azt gondolom meg kell hátráljanak. Ugyanis idejét múlt politikusi privilégium a képviselők felelőtlensége, miközben az alaptörvényben az a hazugság áll, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő. Csak ugyebár vannak egyenlőbbek. Mi a mentelmi jogunkról is lemondva
mindig aktív képviselői munkát tudunk végezni. Egyébként az országgyűlési őrséggel így is bármikor kivezethetett bárkit a levezető elnök. Hetekre ki is tilthatnak egy képviselőt a parlamentből, viszont nyomozni nem lehet, nyomozni sem lehet menteni joggal rendelkező politikusok ügyében, ezért a politikus bűnözés feltárását akadályozza ez az idejét múlt privilégium. Egyébként az Egyesült Királyságban is, és 2012 óta már Szlovákiában sem védi mentelmi jog a képviselőket a büntetőjogi felelősségre vonástól. Tehát, hogyha szeretnék valahogy a politikusok privilégiumait korlátozni, akkor azt gondolom leginkább a mentelmi jog házatáján kellene sepregessenek. Köszönöm figyelmüket!